Nos, hello! Az én nevem Roxana Pándor, és nos, hívjátok csak Roxinak. Én egy New York melletti kisvárosban élek, van két barátnőm, Nikki és Jessie, illetve két fiútasom, Joey a nagyobbik és Richard a kisebbik. Azt nagyon szólva pedig, hát elég jó fejek, legalábbis azt hittem. Mivel, hogy éppen csak hazajártam, amikor... Szia, mi a szia, pa? Ó, szia, kincsem. Szia, Roxi, milyen volt a suli? Na jó, áj, apa, megkérdezte, milyen napom volt? Jó, ez furán hangzik, de az édapám soha nem kérdezi meg senkitől, hogy milyen napja volt. Ő mindig csak ül, olvas és köszön. És ennyi volt, sziasztok, bye-bye, de tényleg, itt valami nagyon nincs rendben. Jó, gondolom. Roxi, valamit el kell mondanom. Rendben, anyám, mi az? Na jó, ez nagyon nehéz lesz, tudod, a tesóid már tudják. Mégis micsodát? Mi elköltözünk. Mi van? Nem. Ez nem lehet igaz. Kérlek, mondd, hogy nem. Na jó, nyugodj le, Roxy, minden rendben lesz. Csak hívd fel Jessie-t, és mondd el neki, hogy elköltözöl, és hogy mostantól baromi messze fogsz lakni tőle. Minden rendben lesz, persze, hogy nem. Na, szia, Roxy, Mizus! Na, várjunk csak, te sírsz? Roxy, mi történt? Jessie, mi? Mi elköltözünk? Ha? Mi? Mi van? Ó, na, várjunk csak. Oké, nagyon vicces vagy, április elseje már elmúlt. De komolyan, ősz van. Roxy, ez nem vicces, jó? Nem kell, hogy Nikki után még te is itt vagy. Nagyon vicces volt, komolyan. Nagyon, de... Inkább hagyjuk, jó? Legközelebb ne csinálj ilyet, mert megijesztesz, jó? Jessie, én lennék a legboldogabb, ha ez csak egy vicc lenne, de nem az, oké? Nem egy vicc. Nem egy vicc, ez az igazság, és egyszerűen annyira sajnáló, hidd el, nekem se könnyű. Én sem akarok elköltözni, jó? Csak muszáj. Nekem muszáj. Jaj, ne maradj, mint kezdi. Nem, ez nem lehet igaz, az nem lehet igaz, Jess, nem. Roxy, csak viccel, persze, csak viccel. Ez csak egy vicc, egy nagyon rossz vicc. Egy rémálom. Na, várjunk csak. Mi az? Roxy, itt a táskád, és kezdj el pakolni, rendben. Rendben, anya, kezdtem. Szuper. Szóval, mi az, Jess? A bátyád is megy. Igen, miért? Jaj, ne, Jess, már te is. Mi van, annyira cuki. Na hát, miket nem hallok. Tűnés, most. Mert miért? Misza Marika nem engedi, hogy azt hallgassam, hogy a legjobb barátnél róla már adozik. Joey, tűnés. Jól van, és... Istenem. Hajtó. Elnézést. Ó, tényleg, Joey, te vagy nekünk segítesz becsomagolni minden más. Mit? De nehogy már! Dehogy nem. Na, de nekem most el kell kezdenem csomagolni.
Nagyon szívesen átmennék segíteni, de túl sok házit kaptunk. Igen, tudom, ma is voltam suliba, rémlik. Jól van, na, de akkor szia! Szia, Jessi! Neked be megint rosszul, neked. Miért kellett ilyen korán felkelni? Alig aludtam valamit az este. És úgy is, hol van anya, ő nem kelt még fel? Nem, ő még nem. De bezzeg nekünk már fel kell lenni ilyenkor, mi? Senki sem mondta, hogy tényleg akkor kell fel, amikor mi mondjuk, hogy kell fel. Nem röhög. Na. Én is segíthetlek? Nem. Gyerekek, fejezzétek be. De miért nem? Azért, mert Roxy azért ütött meg, mert egy pszichopata. Na fogd csak be a pofádat. Gyerekek! Tudjatok mit, menjetek pakolj, vagy hozzátok le a cuccatokat, én megyek felébresztem anyátokat. Joey! Hm? Segítesz lehajtani a cuccaimat? Jó, menjünk. Hey. Köszi! Azért tényleg kár, hogy elköltöztek, hiányozni fogtok, mert szinte itt vagytok a szomszédban, úgyhogy ja, nagyon fura lesz. Ja, és tudod mit, te még egy kicsit hiányozni is fogsz. De tényleg? Uh-huh. Ó, Isten, hol van már Roxy? Indulnunk kéne. Roxy, szia! Atya úrig, eljöttél elköszönni? Persze, hogy ne jöttem volna el. Hiszen te vagy a legjobb barátnőm, nem igaz? Ó, de hogy nem. Szóval itt a búcsú ideje, nem igaz? Jessi, ne sírj. De hogy nem, hiányozni fog. Jó, azért felbítani nem kell. Most ki fog minden egyes alkalommal beszélni, hogy ne énekeljek hangosan Michael Jackson. Roxy! Roxy, ide indulnunk, gyere!